Szeretettel üdvözöllek, Jós István, és a munka ünnepe alkalmából szeretném azt a megfigyelésemet megosztani, hogy benyomásom szerint az emberek nagy részének egyáltalán nincs mit ünnepelnie ma. Mert tíz éves tanácsadói tapasztalatom alapján az emberek nagy része kurvákodással keresi a pénzét. És igen, jól hallottad. Ezen belül is nekem úgy tűnik, hogy két halmazra ö, oszhatóak nagy részt az emberek. Az egyik része, aki élvezi is, mert szereti csinálni, a másik része, aki nem is élvezi. És hogy ugye mit értek kurvákodás alatt? Azt, hogy a pénzért csinálják csak. Azt, hogy, azt, hogy nem szívvel, lélekkel vannak tényleg a saját helyükön a világban. A munka, ugye lehetne ez a munka, ez kéne legyen, a munka igenis. Ez kell legyen, amivel én gazdagítom a világot. Tehát nem, a helyes motiváció nem az, hogy biztonság, vagy pénzt keresek, vagy családi házat építek. A helyes motiváció a munka dolgában az, hogy gazdagítom a világot. És az emberek nagy része nem azért csinálja, hogy gazdagítsa, hanem maga miatt csak. Tehát kurvákodik pénzért. A legszebb óráit, mondom ezt magamra is, egyébként nekem is az első 30 évem így telt, a legszebb óráinkat adjuk Igazából csak az önzésünk oltárán áldozzuk a legszebb óráinkat, hogy ebből bevételünk, meg biztonságunk, meg esetleg hatalmunk, meg befolyásunk, meg elismerés, meg stb. legyen. Ezt értem a kurvákodás alatt. És nagyon fontos lenne A. változtatni, B. ahhoz, hogy változás lehessen, fontos lenne ennek az üzenetnek terjedni, hogy a munka, a munkának szerintem két vonatkozása van, megint csak nagyon sok tapasztalat, ugye ilyen konzultációk, karrierválság, kiégés, depresszió, Kapcsolati témákba fordultak meg tényleg sok százan nálam, sok száz, néhány ezer történetet láttam. És és a közös bennük az az, hogy az én megfigyelésem szerint, hogy valamelyik része el van csúszva a történetnek. Ugye a, a munka vonatkozásában két dologra kéne figyelni. Az egyik az az, hogy szeretem-e és jó vagyok-e benne. Tehát, hogy szeretem-e csinálni. Tehát, hogy másképp ahogy én erről szakmaiasan beszélni szoktam, hogy funkcionálisan a helyen nem vagyok-e. Ez az egyik attribútum, hogy funkcionálisan a helyén kell az embernek lenni. Tehát olyat csináljon, amiben valóban jó, amit szeret csinálni, és aminek pozitív eredménye van, a világtól is az a visszajelzés jön, hogy ez értékes, ha én ezt csinálom. De ez csak az egyik fele. És ugye az előbb, még az elején felé mondtam, hogy két halmazba esnek azok, akik pénzért kurvákodnak. Az egyik fele ez, aki egyébként szereti csinálni, és majd visszatérek erre, hogy ez miért nagyon nehéz. Nehéz ezen változtatni. És a másik oldala, tehát amellett, hogy szeretem, a másik oldala, ami ugye a helyes, tehát a helyén akkor van az ember, ha mind a két oldalas stimmel ennek a motivációnak, tehát egy ilyen, egy ilyen célkeresztként is lehetne róla beszélni, hogy egyrészt a helyemen vagyok, de másrészt mi a közös irány? Hova tartunk mi együtt? Mi a küldetése? ennek a szervezetnek, ahol én dolgozom. Fontos, hogy lelkesítsen a küldetés, fontos, hogy közöm legyen ehhez a misszióhoz, ehhez a harchoz, ehhez az ügyhöz, ehhez a szent célhoz, ehhez a mindegy mihez, ami, ami egyébként a cég dolga, és minden cégnek van küldetése. Banknak is van küldetése, meg olajipari vállalatnak, meg kereskedőcégnek, meg minden cégnek van küldetése. A tiéd ehhez a küldetés. Büszke vagy -e magadra azért, hogy te előre viszed ezt az ügyet, a világban, telekom cég, mindegyhol dolgozol, gyógyszeripar, pégség, lényegtelen, ott van-e a szíved ebben, hogy ez valóban egy fontos cél, és ezért csinálod-e, ez, 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 ez a nagyobbik hiány általában. Úgyhogy az, hogy emberek kurvákodnak, én ezt látom, hogy ezért van, mert semmi közük a célhoz, és gyakran nem is szeretik csinálni. És öm, egyébként ugye mondtam, hogy visszatérek erre, Azoknak a nehezebb, akik szeretik csinálni, és akiket a világ nagyon megbecsül és jól meg vannak fizetve. Abból nehezebb változtatni. Mert nagyon nehéz, nagyon nehéz eleve magyarázatot találni arra, hogy amikor viszem haza az egy másfél milliót minden hónapban, akkor pontosan mi a francbajom van tulajdonképpen nekem a világgal, miért nem érzem magam boldognak. Az emberek nagy része nem jut odáig el, hogy azért nem, mert nem vagyok büszke a küldetésünkre, nem érzem egy harcban részesnek magamat, ugye minden ember részes vágyik lenni, minden ember büszke akar lenni, minden ember egy mozgalomban szeretne igazából dolgozni, ahol mi együtt gazdagítjuk a világot valami, valami értelmes módon, amire én büszke lehetek. Ez minden embernek az ambíciója, és ugye ez, ez nagyon sokaknak nincs meg bizonyos szempontból azoknak könnyebb, akiknek nincs meg a lelkesedése, és nem is szeretik csinálni, mert ott nagyon nyilvánvalóan tényleg pénzért kurválkodom csak, és még egyszer nehezebb azoknak, akik egyébként szeretik csinálni, és jók benne, és nagyon jól keresnek ezzel. Mert ott nagyon nehéz megengedni ezt a gondolatot, hogy, hogy lehet, hogy mégse vagyok a helyemen. És akkor nem egyszerűen csak felmondani és, el, felmondani és elmenni egy másik hasonló céghez középvezetőnek, amit ugye megint sokan csinálnak, és elmegy egy-másfél év, Átmenetileg izgalmas az új kihívás, meg átmenetileg új a csapat, és jó vezető vagyok, és fejlődtem ebbe, de még mindig nincs közöm. Nincs közöm az ügyhöz, nincs közöm a küldetéshez, nem az én harcom, tehát még mindig kurvákodom. Úgyhogy tényleg ilyen május elsői üzenet, hogy klassz, hogy süt a nap, meg, 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 meg öröm, hogy talán múlóban most már itt a, a zárás, meg a karantén, meg a válság, de, de legyen meg a helyed felébredtünk, kinyit újra a világ, ez a lehető legjobb alkalom arra, hogy igenis változtass, igenis, igenis, ne alkudj meg abba, hogy, hogy azt csináld, amit szeretsz csinálni, egyrészt, ugye, de, de, nem csak ez, hanem olyan helyen dolgoz, ami valóban lelkesít. Szeretem csinálni, mert a csapatban a helyemen vagyok, én tényleg ebbe vagyok jó, ez a horizontális, és a vertikális célkereszt, és csak így lesz meg, csak így lehet az ember boldog, csak így tud helyesen működni és jól haladni az életben, hogy a vertikális az az, hogy mi lelkesít. Mi az irány? Miért csináljuk mi ezt együtt? Mit csinálok, az a funkció, miért az, ami lelkesít, és mind a kettő meg kell legyen, úgyhogy ne érd bennél kevesebbel. Ne érd bennél kevesebbel, és hogyha ha úgy érzed, hogy nem igaz rád ez, hogy tényleg szereted a munkádat, és lelkesít is a csapat küldetése, a cég küldetése, akkor változtass. Mégpedig olyan módon, hogy kezdj el beszélni róla. Mindegy, hogy hol. Ha nem vagy boldog, nem vagy elégedett, úgy érzed, hogy betalált ez a videó, mert nem szeretett csinálni, vagy nem lelkesít a küldetés, mindegy, hol, de beszél róla. Beszél róla a házastársaddal, a legjobb egyébként. Ha úgy érzed, hogy szakértőre van szükséged, akkor beszélj egy kócsal, beszélj egy terapeutával, gyere hozzánk az Én Akadémia közösségben, ahol álnéven lehet őszinte, és mások a tapasztalataikkal reagálnak neked, vagy mindegy. De kezdj el beszélni róla, hogyha nem vagy a munkádra büszke. Így tudom nagyon egyszerűen ezt összefoglalni. Az ember csak akkor büszke magára, meg a munkára, amit csinál, ha lelkesíti a küldetése, amin dolgozik, és szereti is csinálni. Úgyhogy eddig ez a mai videó az emberek nagy részének szerintem egyáltalán nincs mit ünnepelni, és ne érd be egy május elsőjé szabad nappal, meg egy majárissal parkba most, hogy nyitnak a dolgok, hanem igenis néz szembe azzal, hogyha nem vagy a munkáddal elégedett. És lábjegyzet azért is néz szembe, és most már kezd hosszúra nyúlni a videó utolsó gondolat, azért is néz szembe, mert Ugye én azt látom, megint több mint tíz év tapasztalata, hogy a kapcsolati válságok száz százalékának, a kapcsolati válságok száz karrier elakadás az oka. Egyik vagy a másik oldalon, de még gyakrabban mindkét érintett félnél. Mondhatnám még, ezt a keresztül sok videó készült, az Én Akadémián a videótárban sok videót találhatsz még, ha ez a téma érdekel. Kifejezetten vannak online kurzusaink is, férfiaknak a valóságformáló, erről a témáról, hogy, 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 hogyan is tudok változtatni, hogyha nem vagyok boldog, nem vagyok elégedett, nem vagyok büszke magamra az életemben. Úgyhogy e, sürgősen néz azzal szembe, ha nem vagy a munkáddal boldog, kezdj el beszélni róla. Ez a feladat e, boldog május elsőjét, de főleg őszinte szembesülést, és ennyiből igenis boldogtalan május elsejét, mert gondolkoz elezen legyél nem elégedett, és, és, tegyél a változásért, amihez kell kicsit szenvedni. Ahhoz az ember onnan is tudhatja, hogy őszinte, hogy amikor igazán őszinte vagyok magammal, az ritkán kellemes. Amikor igazán őszinte vagyok magammal, ott mindig az derül ki, hogy több van bennem, hogy volnának lehetőségeim, hogy kis vagyok, hogy megalkuttam, stb. És hogy ezt a fajta, ezt a fajta munkát kívánom már, hogy ha már esetleg kurvákodsz a mindennapokba, akkor ma tedd bele a munkát, május 1 legalább, és találd meg azt, ami, találd meg azt, ami, ami az ön átverés ebbe az egészbe, kezdj el beszélni róla, köszönöm a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!